Tűz és árvíz pusztít Amerikában. Kaliforniában hatalmas területeken ég az erdő, az elmúlt hetek forró és száraz időjárása miatt. Másúttal sok eső okoz fennakadásokat. Több államban is riasztást rendeltek el a várható viharok miatt. A levegőből is oltják a lángba borult erdőket Kaliforniában. A hetek óta tartó hőség és szárazság miatt egyre több helyen gyullad meg a növényzet Kalifornia és Nevada határán, ahol az elmúlt napokban keletkezett tüzek már több mint 200 négyzetkilométernyi erdőt perzsáltak fel. Több tucat ház vált lakhatatlanná Doyle városában, miután a közelben tomboló lángok elérték a 600 lelkes település épületeit. A hatóságok azonnal kiürítették a környéket. Nem tudtam mit tenni, a vizem is elfogyott, az otthon lévő sörökkel próbáltam oltani, mondta az egyik helyi férfi. Több mint 4000 hektáron ég az erdő Oregon állam szívében is, ahol már több települést kellett kiüríteni a gyorsan terjedő lángok miatt. Az Egyesült Államok keleti partvidékén heves viharok nehezítik a mindennapokat. Alig látszódtak ki az autók a vízből a pennsylvániai Croydonban, ahol rövid idő alatt nagy mennyiségű eső hullott. A térségben keddig árvízriasztás van érvényben. Philadelphiában az árvízriasztás mellett viharriasztást is elrendeltek, ugyanis szerdáig további csapadékot és viharokat jósolnak a meteorológusok. Térdig a vízben gázolva próbálják menteni a menthetőt Indiana államban is. A megáradt folyók sok házat elöntöttek, lakhatatlanná téve több száz ember otthonát. Szemtanúk elmondása szerint olyan hirtelen öntött el a víz az utcákat, hogy voltak, akiknek annyi idejük sem volt, hogy az autóból kiszálljanak. Őket a tűzoltók mentették ki.